vinni egy olyan szettet majd, amit Rob Cross kezd. Ez a kulcsa az egésznek. A felzárkózásban egyébként csak folyamatos szépítés lehet a sorsa Taylornak. És ahhoz négy körös kell, ezt tudjuk, és az még 180! Ez egy gyönyörű 180, mennyire szépen egymás mellé dobta. Ezekre szokott rendszeresen Rob Cross válaszolni. És ez a tizedik a meccsen. Hoppá, most viszont nem jön tripla. Csak a hármas volt. Igen, az 48. Na nézzük, hogy folytatja Taylor. Bent van a negyedik. Az ötödik. És a hatodik is! Na, érdekesen alakul. 11-et. Na, Polly, után látunk egy újabb 9-szíros kísérletet. No! Benn van! Tripla 19. Az is benn van! És a dupla 12! Azt a mindent! Hát ilyen nincsen! Hát ezt nem hiszem el. Olyan. Szép volt azért. Most lehet azt mondani, hogy összeszedte magát. És óriási, óriási. Óriási. Aj, mindegyiket. Ú, de nagy. Az hát egész. Ez... Már teljesen mindegy, mi lesz az eredmény. Ez a jelenet itt mindent megért. Óriási volt. Hát sajnos nem jutottunk el a 9-esig, de most akkor lesz egy 10-es. Hogy mosolyog rajta? Az alá, hogy megjelent, az neki nem volt jó helyen. Még a végére is megjössz a leget. Hát akkor... Egyébként hozzáteszem, hogy meg kell csinálni Rob Crossnak, mert a dupla 3 az nagyon szokott menni Taylornak. Az mindig megy, és bedobja. És 51. És el fogja bukni ezt a szette, vagy leget, bocsánat, elbizony. Megkap egy 14.